Ebben a videóban bemutatjuk, hogyan hajtsa végre a személyazonosítási folyamatot a Kriptomaton. Kriptomat fiókja kezdőlapján kattintson az azonosítási folyamat kezdése gombra. Adja meg állandó lakcímét, házszámot, várost és irányító számot. Az ország a beállított telefonszám alapján előre ki van választva, de a szükséges, módosítsa az országot a menüben, ha külföldről regisztrál. Miután leellenőrizte a megadott információk helyességét, kattintson a tovább gombra. Válassza ki ismét országát, és válasszon egyet a két támogatott dokumentum típus közül, amellyel személyazonosságát ellenőrzi. Ebben a példányban a személyigazolványt fogjuk használni, ezért ezt a lehetőséget választjuk. Ezt követően néhány további utasítást fog látni arról, hogy hogyan készítsen megfelelő képet az igazolványról. Az igazolványnak teljes terjedelmében látszódnia kell, tehát mind a négy sarkának a fotón kell lennie. Feltöltheti a fotót a számítógépéről, vagy folytathatja a személyazonosság ellenőrzést a telefonján. Ebben a bemutatóban a fotót közvetlenül a számítógépről töltjük fel. Kattintson ide a dokumentum feltöltéséhez. Amikor készen áll a folytatásra, kattintson a megerősítés és a továbblépés gombra. A következő lépés az azonosság valódiságának ellenőrzése. Az arcát a webkamera felé kell fordítania. Az arca az ovális kereten belül legyen, kattintson a folytatás gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Miután elkészült a fotó, kattintson a tovább gombra. Várja meg, amíg a személyazonosság ellenőrzés befejeződik. Ez a folyamat általában 5-10 percet vesz igénybe. Ez alatt bezárhatja az ablakot. Miután néhány percet vártunk, láthatjuk, hogy személyazonosságunkat sikeresen ellenőrizték. Ezt követően a fiók használatra kész, a tranzakciók megkezdéséhez, a kriptovaluták eladásához, kereskedéséhez és tárolásához.